Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom mai kaposmenti magazinunk tartalmát. Klímastratégia a kapos mentén. 447 milliós forrásból fejleszt NAK települése. Péterfi Katalin keramikus kiállítása Dombováron. Európa bajnokságra készülnek a kötélugrók, anyagi támogatásokat gyűjtenek a kiutáshoz. A könnyen érthető jazz 60. előadásának Dombóvár volt a helyszíne. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás klímastratégiája kettős célt szolgál. A társadalom minden csoportjában feladat a klímatudatosság, a felelősség, a klímatudatos életmód kialakítása, fejlesztése. Nagyon fontos ezen felül annak tudatosítása, hogy a hatékony klímaválasz kialakításában egyaránt kiemelt szerepe, lehetősége és kötelezettsége van az egyénnek és a kisközösségeknek. Minden felelős, mindenkinek van feladata. A klímaváltozás nem egy tőlünk független, távoli tájakon lezajló jövőbeni esemény. Hazánkban is drasztikus változásra kell készülnünk, már most is a következő évtizedekben. Mennyire leszünk képesek mérsékelni a kibocsátást és a hatásokat? Milyen mértékben tudunk alkalmazkodni az éghajlatváltozás jelentette hatásokhoz egyéni és közösségi szinten? Erről beszélgettem az Ökorégió Alapítvány a fenntartható fejlődésért elnökével, Kocsis Anikó ökológussal. Azt szoktam mondani, és sajnos ez a tény, hogy nagyon sokat kell azért annak érdekében tennünk, hogy egyre kevésbé rossz környezetbe kelljen élnünk, mert hogy rosszabb körülmények között fogunk élni, az 100% biztos. Itt az a kérdés, hogy ez a környezet az mennyire lesz rossz. Például hány generáció van még úgy előttünk, akik számára egyáltalán a civilizált élet és az élhetőség körülményeit meg tudjuk őrizni. Tehát ez egy rendkívül fontos kérdéskör. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás, ez Dombóvár járásban helyezkedik el, 15 kisebb-nagyobb település a tagja, és még 2018-ban elnyert egy KEHOP környezet és energiaoperatív programtól támogatást arra, hogy elkészítse a társulási szintű klímastratégiáját, illetőleg egy ehhez kapcsolódó, szemletformáló programot valósítson meg, aminek most értünk a végére. Ezekben az ajánlásokban gondolom a konkrét cselekvés is meg van határozva. Holdraszállásnál elhangzott az a mondat, hogy kis lépés egy embernek, de hatalmas lépés egy emberiségnek. Így kell elképzelni ezt, hogy valaki elkezdi például tudatosan, szelektíven gyűjteni a hulladékot, vagy valami hasonlók vannak ebben megfogalmazva? Ezek is meg vannak fogalmazva, mindenkiben tudatosítani kell, hogy mindenki felelős. A szükséges cselekvéseknek a terepe lehet olyan, ami a társulás minden településére vonatkozik, van, amelyik csak néhány településre, és vannak általános érvényűek, ami mondjuk minden háztartásra vonatkozik. Kocsis Anikó szerint a ruhavásárlási szokásokat is át kell alakítani. Az úgynevezett fast fashion hálózatok nem segítenek a klímaváltozás lassításán munkálkodóknak. Ha azonban egy használt farmerből bevásárlószatyrot varrat magának egy háziasszony, akkor nem csak a hulladékkezelés tekintetében, hanem a csomagolóanyagok terén is azonnal klímatudatosan cselekedett, feltéve, ha valóban elviszi magával a bevásárlás alkalmával. De sajnos szükség van a háztartásoknál, lakásoknál, házaknál ennél nagyobb léptékű változtatásra is. Óriási az épületeinknek az energia szükséglete. Ez az egyik probléma, tehát le kell csökkenteni ezt az energia szükségletet. Ezt többféle módon lehet lecsökkenteni. Egyrészt a meglévő lakásállománynak az értelmes, okos, klímatudatos felújításával. Másrészt pedig egyre inkább alkalmazzunk el a felújításoknál is, illetőleg az új építésű épületeknél pedig pláne a fenntartható klímatudatos építészeti módszereket. Az épületeknek a nyári felmelegedése, az most már a téli fűtési szezonnál is nagyobb problémát kezd jelenteni. Így, hogy egyre jobban melegszik az éghajlat, és egyre gyakoribbak és hosszasabbak a nyári hőhullámok, így hát egyre több épületben meg kell oldani a klimatizálást. Hogyha ezt mesterséges klímával oldjuk meg,
akkor a katasztrofális hatással van az energia felhasználására. Éppen ezért javasol minden ökológus hajnali, esti szellőztetést, az árnyékolók és egyéb olyan praktikák használatát, amely nem használ energiát, hétköznapi nyelven szólva nem pörgeti sem a villanyórát, sem a gázórát. És hogy az előbb a háztartás vezetésétől szintet léptünk a ház energetikájáig, most ismét ugrunk egy nagyot a globális problémák felé. A klímaváltozással egyre csökkennek a rendelkezésre álló ivóvízkészletek, miközben az emberiség lélekszáma ugye folyamatosan növekszik. Tehát egyre több ember között kell elosztanunk egyre kevesebb ivóvizet. Egyszerűen háborúk fognak indulni az édesvízért, hogyha nem sikerül bizonyos környezeti paraméterek között tartanunk a ökológiai rendszert. És mindeközben mi itt Európában, meg a világ számos pontján ivóvízzel öblítjük le a WC-t. Minden nap, amikor bemegyünk egy boltba és vásárolunk, akkor hatással vagyunk az éghajlatra. Méghozzá azért, mert nem mindegy, hogy hol, mit, milyen körülmények között előállított terméket vásárolunk. Nem mindegy, hogy mennyit szállították azt a terméket. Logikus, hogy minél inkább helyi termék az a termék, vagy legalább magyar termék, annál kevesebbet szállították, annál kevesebb üvegházhatású gáz került a levegőbe. És itt állítottuk meg hatodszor a felvételt, a háttérben elhaladó dízelmozdony vontatta a szerelvény hangja miatt. De azt gondolom, hogy elegendő információt gyűjtöttünk össze, és bár Kocsis Anikó nem épp pozitív képet festett a következő évtizedekről, az ilyen kisfilmek is segítenek, hogy tudatosabban cselekedjen mindenki a környezeti változások lassítása érdekében. NAK településen pályázaton nyert 447 millió forintos támogatásból valósul meg a NAK és Gölye Imán puszta települések ivóvíz minőségjavító programja. A vízműtelepén javában folynak a munkálatok, melynek köszönhetően kútfúrásra és többek között a kezelőtelep átalakítására is sor kerül. NAK településen elkezdődött az ivóvízminőségjavító program, amelynek keretében többek között a mélyfúrású kút melléfúrásos felújítására kerül sor, tudtuk meg a polgármestertől. Az itt élők nagy örömére közel 500 millió forintot nyert a település a vízmű hálózatnak a felújítására. Ez magába foglalja a teljes új gépészetet, a gépház felújítását, illetve kapunk egy teljesen új kutat, valamint a régi kút mellé is fúrnak egy újat, úgyhogy biztonságos lesz a naki vízellátás. Kehop forrásból kaptuk azt a közel 500 milliót. Ennek részeként még a Gölle Inánpuszta vízműhálózattal össze lesz kapcsolva, de ez egy kisebb összeg. A fő forrás az itt kerül elköltésre. Kapunk egy új kutat, amelyik egy másik vízszintről, azt hiszem, hogy 40-50 méterre mélyebbről fogja felhozni a friss vizet. Szerencsére semmi probléma nincsen, minden megy folyamatában, nincsenek vízmaradások. A kehopos forrást, ezt gyakorlatban csak a vízmű felújítására, tehát a gépészet, épület és kútfúrásra lehet használni. Ebből a forrásból maximum 20%-ot lehetne a hálózat felújítására elkölteni. A technológiához kapcsolódóan a Naki vízműtelepen elhelyezésre kerül egy 21 köbméteres vasiszap ülepítőmedence. A technológia berendezésének elhelyezéséhez a meglévő épület átalakítása és bővítés is megvalósul ebből a közel 500 millió forintból. Az ivóvízhálózat rendszerére is ráférne a felújítás, erre egyelőre pályázati forrás hiányában nincs lehetőség. Ahhoz, hogy tiszta vízünk legyen a poharunkban, ahhoz az is fontos, hogy a már elhasználtat, azt kulturáltan ürítsük, illetve kulturáltan helyezzük el. Ennek keretében a VP-s forrásból 100 millió forintot nyertünk. Ez 52 darab egyéni szennyvíztisztító beüzemelését jelenti. A napokban szállították le az eszközök egy részét, és várhatóan ez év júniusában elkezdődnek ott is a kiviteli munkálatok. Mivel egyedi szennyvíztisztítókról van szó, minden egyes telken belül, tehát a belterületen fog történni. A kivitelezővel történt megbeszéléskor megállapodtunk abban, hogy reggel elkezdenek egy kiépítést, és az délutánra befejezik, tehát egy napot vesz igénybe egy családtól. Mi szerettünk volna már régebb óta a szennyvízünkre megoldást találni, a hálózat kiépítésére, tehát a csöves
hálózat kiépítésére sajnos napjainkban nincsen forrás, pályázati lehetőség, ezért ez maradt egyedüli lehetőségként, hogy egyedi szennyvíztisztítókat építsünk. Sajnos csak 52 igény érkezett, lett volna lehetőség többre is. Bízunk benne, hogy a következő években majd átértékelik a lakók, és lesz még rá igény, akkor egy újabb pályázatból esetleg tudjuk még bővíteni a rendszert. Ilyen építmény, ez körülbelül 1,5 millióba kerül, és ez 90%-ban van finanszírozva, fennmaradó 10%-ot kell a lakosságnak megtéríteni, de azt hiszem, hogy ez akkor is egy nagyon jó befektetés. A NAKI ivóvízminőségjavító program fizikai befejezési határideje 2023. szeptembere. Etüdök címmel nyílt kiállítás Dombováron Péterfi Katalin kerámia munkáiból és képeiből. A kolozsvári születésű alkotó rendszeresen figyelemmel követte férje, Varga Gábor szobrászművész munkáit, aki végül tanítója és mestere lett. Péterfi Katalin számára az alkotás egy másik dimenzióba történő átlépés, a kezei között megszületett művek a saját művészi világát tükrözik. Nem keramikusnak készült, ám a művészet világa mégis magával ragadta a kolozsvári születésű Péterfi Katalint, aki 2004-ben Fóton ismerkedett meg férjével, Varga Gábor szobrászművésszel. Szóval a kezemben nyomott egy darab agyagot, mondta, hogy csinálj már valamit, hogy ne észem azt, hogy nem csinálsz se, hogy unod magad. Így kezdtem. Az első kis formám az egy borzasztó kis levélformája, amutartó volt, nagyon édes és nagyon béna. Aztán utána kezdtem vázákat csinálni, mert akkor kezdtem élvezni, és úgy kezdett tetszeni az, hogy egy képlékeny anyag, amiből az lesz, amit én akarok, és ez nagyon tetszett nekem. Férjével 2005 óta élnek Dombováron. Itt vette kezébe az agyagot, amelyből aztán művészi alkotások kezdtek el születni. Volt táncosorozatom, ami oxidos volt, de az is szép volt, de azért a tánc, az egy szín volt az ember életében, az mindenféleképpen szín. A képeim, hát az első képek az a ceruzával színnel készültek, ott vannak benne a fehér-feketék, mert akkor boldog voltam, hogy ebben én rajzolni is tudok, meg milyen jó. Aztán utána jött pasztel, aztán jött akvarell, kipróbáltam a színeket, mert úgy tetszett, hogy kicsit színezem, és akkor milyen. Azért más, amikor valakit tanítanak, tanul, és fejébe verik, hogy mit hogyan kell, és más volt, amikor meg kellett tapasztalnom, hogy is csináljam, hogy közel álljon hozzám, tessen nékem, és hogy tudjam azt, hogy azért az egy elfogadható kinézetelő termék munka lett. Mestere és tanítója a férje, Varga Gábor, akitől az évek alatt minden technikai titkot ellesett. Alkotok valamit, amiről úgy érzem, hogy nekem tetszik, amit úgy szeretek, amiben jól mozgok, és akkor nekem ez már jó. Számomra egy nem menekvésnek nevezném, inkább egy átlépés egy másik dimenzióba, mert én igaziból nem tanultam, de hát azt kell mondjam, hogy én Gábortól se tanultam, mert először próbáltam olyan figurákat csinálni, amiket ő csinál, nem sikerült. Utána kezdtem arcokat csinálni, azokból most nem nagyon van itt női arcokat. Az első női figurák és arcok, ami emberi testhez kötődik, és azt már önállóan csináltam, és attól a pillanattól kezdve próbáltam a magam útját keresni és megtalálni, a magam világát. Nincs legszebb vagy kedvenc alkotás, Péterfi Katalin minden elkészült műre úgy tekint, mintha a gyermeke lenne. Mert ugye én csak akkor dolgozom, amikor kedvem van. Valami, nem csak kedvem, hanem valamilyen érzelmi telítettségtől túlfűtött vagyok abban, hogy érzem, hogy most nagyon kell csinálni. Tehát bennem van, és én is benne vagyok. És aki úgy engem ismer, azt, hogy még talán azt is be tudja lőni, hogy milyen életszakaszban, vagy mikor, akkor, ugye akkor azt csinál, akkor, ugye akkor csináltad, amikor ez történt, ez ilyen. Mi világunkhoz nagyon közel áll a másik dimenzió, amiben egy picit minden torzul, ugyanaz, mint nálunk, ugyanaz, mint a mi világunkban, csak se anatómiailag, se a megszokott, hagyományos esztétikumhoz nem teljesen hasonlít,
vagy nem azonosítható vele az a világ, amit én csinálok. Van átvedés, van hasonlóság, de van egy pici illuzorikusan misztikus másság is benne, és én ezt szeretem. Ezért jó, hogy nem tanított meg senki, mert nem verték a fejembe az anatómiát, meg milyennek ellen egy testnek. Oda húzom, akkorára, mekkorára akarom, és nekem ez a jó. Péterfi Katalin úgy fogalmazott. Ezen a kiállításon tényleg itthon van. A közönség soraiban ismerős arcokat lát, akik szintén ismerik és kedvelik a munkáit. Európa bajnokságra készülnek a Jumpers Dombóvári Kötélugró Sport Egyesület tagjai. Összesen 8-an jutottak tovább a nemzetközi megmérettetésre, amelyet idén Szlovákiában rendeznek meg. A kiutazás és a versenyzés azonban jelentős költségekkel jár, amelyet az Egyesület nem tud finanszírozni, ezért támogatásokat gyűjtenek. Szívvel, lélekkel edzenek a dombovári kötélugrók. Nemzetközi hírnevet szeretnének Dombovár városának. Az Egyesület 8 kötélugrója ugyanis tovább jutott az Európa-bajnokságra, amelyet idén Szlovákiában rendeznek meg. Most idén szerencsére nagyon közel van az Európa-bajnokság, Szlovákiában fogják megrendezni, és a csapatunkból 8 fő jutott ki erre a versenyre, egy 4 fős serdülő csapat és egy 4 fős felnőtt csapat, illetve van, aki a csapattagok közül még egyéni versenyszámokban is kijutott. Annak ellenére, hogy nagyon örülünk, hogy ilyen közel van ez a verseny helyileg, nagyon nagy költséggel is jár. Tehát ez a verseny, ennek a 8 főnek körülbelül 2 millió forintra rúg a díja. Ennek, a mi kis egyesületünknek nincs ennyi pénze sajnos, ugye nem tudja ezt finanszírozni. Ezért támogatásokat gyűjtenek. A költségek közelfele már megvan, több vállalkozó, civilek és a dombovári önkormányzat is szívügyének érzi, hogy a kötélugrók nemzetközi versenyen öregbítsék a város hírnevét. Legfőképpen anyagi támogatásra van most szükségünk, megkerestük a helyi vállalkozókat is, illetve a dombovári önkormányzatot, hogy az eddigi támogatásán felül segítsen nekünk ebben. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy körülbelül a költségek fele már megvan. Ugye az önkormányzat is, maga, mint magánszemély, a polgármester úr is, illetve helyi vállalkozók, magánszemélyek is már segítettek nekünk, segítenek, ugye utaltak a mi bankszámlánkra, és most próbálunk még további támogatókat keresni. A kötélugrás mint sportág egyre népszerűbb Dombováron. Besenyei tíme a 2019-től már egyesületi formában várja a mozogni vágyókat. Több mint 25 éves kötélugró múlttal és tapasztalattal próbálja átadni tudását a fiatal generációnak, akik az elmúlt években sorra hozzák az érmeket a versenyeken. Annyira sok van, hogy igazából azt se tudom, hogy hol kezdjem. Ugye a legkisebb versenyek, de nem elhanyagolhatók, ugye a megyei diákolimpiák, amiket szinte mindig végigtarulunk. Onnan ugye mindig tovább jutnak a gyerekek az országos diákolimpiára. De ugye ezen kívül ugye számos országos bajnokságot rendeznek minden évben itt Magyarországon is, ott is rendszeresen érmeket hozunk el, nem is egyet. A csapat kb. 75%-a már országos bajnoki címmel is rendelkezik. Itt azért csak a 75%-a, mert ugye a kicsik, szerencsére ugye sok kicsink és kezdőnk is van, ők még ugye nem voltak versenyen, így még nem értek el ilyen szép eredményt. Nemzetközi versenyen is szerepeltek már, idén pedig Dombovár volt a házigazdája a megyei kötélugró diákolimpiának. Az elején még ugye csak saját költségen, ugye nem tudtunk támogatókat szerezni, de sikerült így kijutnunk Münchenbe. Kétszer is voltunk, illetve Pozsonyban is volt már egy nemzetközi verseny, ahol szintén részt vettünk, és onnan is rengeteg arany és ezüstérmet hoztunk haza. A megyei diákolimpiát hosszú évek után sikerült most nekünk megrendeznünk. Nagyon nagy volt az érdeklődés, a helyi iskolákból is ugye többen olyanok is jelentkeztek, akik eddig még nem ugráltak, illetve ugye a környező településre, ugye Tamásiba van még egy csoport, ők is nagyon szívesen jöttek el hozzánk, és egy nagyon jó hangulatú verseny volt. A kötélugrók most plusz edzéseket beiktatva készülnek a nagy megmérettetésre. Az edzéseken ugyanúgy készülünk, de pluszba kell beiktatni egy-egy plusz edzést, amit csak a versenyzőknek, az EB-re készülőknek szánunk. Szeretném, hogy önmagukhoz képest a legjobbat hozzák ki magukból. Mivel még nem voltam ilyen
szintű verseny, ezért nem tudom, hogy milyen a mezőny, viszont azt szeretném, hogy önmagukhoz képest a legjobban teljesítsenek. Első nemzetközi versenyem, és hát szeretnék helytállni a csapatért, meg ugye csapatba jutottunk ki, és a csapattársaimat nem szeretném cserben hagyni, hogy miattam nem tudnak elindulni. Nekem már az is nagy szám, hogy kijutottunk, ennek is nagyon örülök, de hát nem tudom, mezőny közepére jó lenne bekerülni. Aki anyagilag támogatni szeretné a kötélugrók kijutását a szlovákiai Európa-bajnokságra, az az Egyesület bankszámlájára tudja elutalni az általa felajánlott összeget. A zene sokszínűségében mindenkinek megvan a számára kedves műfaja. Ennek ellenére nem érdemes elzárkózni egy zenei stílus elől sem. Az esélyt érdemes megadni. Lehet, hogy az idő múlásával vagy egy jó előadásnak köszönhetően újabb stílus kedvelünk meg. A dombóvári közönséget 2010-ben az év jazz személyisége díjjal kitüntetett Tóth Viktor kalauzolta el abba a világba, ami őt rég magával ragadta. A Dombóvári Művelődési Központ Pince Színházát jazz dalamokkal töltötte meg Tóth Viktor szaxofonművész. A jazz 100 évéről fogok mesélni. Egy YouTube diszkó, egy rendhagyó kis dolog, mert hogy egy csomó felvételt le fogok játszani. És abban próbálok segíteni a közönségnek, hogy többet értsenek ezekből a dolgokból. Pici részletekre hívom fel a figyelmet, a mindenféle hátterét elmondom, be is mutatom, lelassítom, fölgyorsítom. Az a helyzet, hogy azért csinálom pont ezt a kis laikusokat beavató kis dolgot, mert hogy azért nem szeretik az emberek a jazzt, akik nem szeretik, mert azt gondolják, hogy ezzel nem is se dallam, se ritmus, se harmónia, úristen, mi fog itt történni. Azért, mert buták vagyunk hozzá. Ugyanis a jazz ez egy nagyon magas kimunkált, magas művészeti forma. Ez olyan, mint hogyha a klasszikus zenét sem, ugye sokan nem szeretik. Most a bécsi Staatsoper a világ egyik legkomolyabb operaháza. Most hiába veszek 3-400 euróért egy jegyet, az operában, hogyha nem olvastam semmit az operáról, nem tudok semmit a történetről, nem tudom a librettóról, a zeneszerzőről, és a 300-400 eurós jegyemmel gyakorlatilag unatkozni fogok, sikítanak a színpadon, ezt fogom hallani. Pedig nem így van, csak tudatlan vagyok. És ez semmi baj nincs ezzel, most én abban próbálok kezet nyújtani, hogy egy kicsit ott a kis játékszabályokra, szabályszerűségekre, a jazz üzenetére, meg ilyesmire hívom fel a figyelmet. A magyar jazz élet egyik legsokoldalúbb figurája, a jazz 100 évéről mesélt élőzenével, audio és videó részletek bemutatásával, illetve azok magyarázatával. A zenész rajong ezért a műfajért. A szerelem a legfontosabb mozgatórugó az én zenélésemben. Én nem a jazzbe vagyok szerelmes, én a zenébe vagyok szerelmes, meg a szaxofonba lettem szerelmes, és azóta is megyek, mint a golyó, és próbálok egyre több lenni, és egyre jobban kinyitni ezt a részt, hogy egyre szebb fény mehessen az emberek felé. Ez az előadás, ez körülbelül szerintem a 60. lesz ebből a könnyen érthető jazz címiből, és majdnem mindegyik után ilyen nagyon nagy reveláció volt, és jöttek az emberek, hogy fú, hát figyelj, ezt nem tudtam, hát ezt miért nem mondták eddig, hogy ez ilyen, meg hogy én hazamegyek, az összes lemezemet újra hallgatom, mert most egy másik nézőpontot kaptam. Úgyhogy remélem, hogy itt Dombóváron is az emberek majd így megtérnek a jazz felé. Azt tartják, hogy a jazz az egyik legnehezebben játszható zene, de ez adja vissza leginkább az egyén személyes érzelmeit a nyugati zene történetében. A nagy ikonok közül Viktornak is vannak példaképei. A memóriám az ilyen fotószerű, tehát most, amikor ezt kérdezted, akkor így olyan 240 arc ugrott be, de azért mégis talán a jazzben a legfontosabb mester számomra, John Coltrane, aki 60-as évek nagyon fontos személyisége volt, nem csak azért, mert egy mesteri hangszeres volt, hanem mert a jazz a spiritualitás felé, a lelki aspektus felé vonta, ami nekem is nagyon-nagyon fontos, és hát gyakorlatilag a hangszeren keresztül egy imádságról volt szó. Viktor többszörösen az év jazzzenésze díjjal kitüntetett magyar altszaxofonos, zeneszerző, zenekarvezető. A mai magyar jazz fiatal generációjának ismert alakja. Zenéjére a stílusokon átívelő, improvizáció központú, spirituális töltésű előadásmód jellemző, és hogy eddigi pályafutása alatt mire a legbüszkébb? Díjak azok jönnek, tapsok jönnek, új lemezek jönnek, elismerések jönnek, nem ezért csináljuk. Ezek jól eső dolgok, tényleg megtisztelőek, de ez egy hosszú út, amit egy jazzzenész bejár. Én most 30 éve foglalkozom ezzel a fémdarabbal, amit szaxofonnak hívnak,
és az én tervem az az, hogy a határtalanhoz közelíteni tudjak. Szóval ezek a díjak jó dolgok, de ha nem kaptam volna díjat, akkor is egész nap gyakorolnék. A hangszereknél is úgy van, mint a boroknál, hogy vannak olyan évjáratok, amelyek különösen áldottak. Ez egy, hogyha mondjuk autó lenne, az egy Ferrari lenne, hogyha bor lenne, akkor egy bordói nagy bor lenne, és ez pedig egy Zelmer szaxofon, 60-as években gyártották, és egy nagyon különleges mesterhangszer, mert ott valami olyan együttállás volt a gyártás kapcsán, ami megáldott ezt a hangszert. Az est folyamán kommentárok segítségével egyfajta kulcsot adott a hallgatók kezébe Viktor a jazz megértéséhez, a zene mélyebb felfogásához és élvezetéhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!